Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV. Gyerekek, azért maradjunk emberek, lehetőleg. Tehát valahol őrizzük meg a legalább a minimális méltóságunkat, vele hányunk a mikrofonba. Hello Tibi, jó reggel, ciao. Sziasztok! Mi újság? Embertelen hétvégén volt. Tehát, na, hogy... hát megint... a nőnap gyerekek azért az mit? Egyébként nem értettem. Elköszöntöttek? Ne, de igen. Egyébként kaptam virágot. Ez olyan, anyámnak a valentinnapot, amikor fölhívott, hogy drága kisfiam, boldog valentinnapot kívánok, és egy negyed óráig magyaráztam, hogy ez nem ilyen anya-fia relációban működik. Tehát, hogy hát szeretjük... Hát vagy még szerelmes beléd az anyád, az a másik egy alternatív. Egy ilyen fordított ödipál is valami katasztrófa. Nem, ilyen legek hétvégéje volt. Hát egyrészt nem értem, miért volt ennyi föllépés, aztán összeállt a nőnap. Tehát, hogy ennyi volt, tehát, hogy már világos, hogy jövő héten mi van csak egy. De nem ajándékot szoktak ilyenkor adni a nőknek? De nem jó dolgokat. Nem szereti a barátnőjét, hogy veled ajándékozta meg. Hadd idézzek egy népszerű Kassa TV slágerből, én vagyok a legszebb ajándék, amit valaha kaphatsz. Ugye? Tehát annak idén megénekeltem. Na de nem ez a lényeg, hanem én finoman valahogy osztó ágra kerültem, három sztorit gyűjtöttem ki, amit szerintem imádni fogtok. Egyik koncert, lennül egy ilyen 5 év körüli kislány. Nagyon néz, nagyon nem érti a koncertet, láthatóan nem érzi jól magát. Mondom, hát ebből akkor valami előnyt kovácsolok, fölviszem a színpadra. Tehát fölvittem a gyerek kicsi hozzám, fölbanduk a lógóra. Mondom, kicsikém, ugye nem tudod, ki vagyok, mi? Mondja, nem. Mondom, innen mentem a helyzetet, majd hozzátette, de nem is érdekel. De nem is érdekel. 5 évesen, ez jó. De nem is érdekel, majd lesétált és visszaült. Ültem, mondom, hogy hát, és innen szép nyerni, ott vittem tovább a koncertet, nyomattam. Ugyanezen a helyszínen találkoztam egy csávó, a két fejjel magasabb volt nálam a forma. Ekkor gondolkodtam el rajta, hogy kéne egy ilyen aranykretén kommentelő díjat nyitom egyébként a Facebookon. Tehát olyan gyémántok vannak, érted, hogy nem hiszed el. Két fejjel magasabb csávó, lefotózkodtam vele, kiposztoltam a Facebookra, hogy én eddig azt hittem, hogy magas vagyok. 10. komment, pedig nem. Egy kis büdös bunkó vagy. De gyönyörű. Osztogatod itt a magas labdákat. Ez jó duma. Egy kis büdös bunkó vagy. És ez már olyan szintű, hogy ez díjat érdemel, és ezt már ki se törlöm. Tehát ez már azt gondolom, hogy az a kategória kell a jövő számára. Kiemelni, megcsillagozni, kirakni, tehát hogy nagyon nagy. De nem ér véget, koncert életem legnagyobb ökör elszólása színpadom. Nyom a bulit, odaérek, rutin, tudod, már az a baj, hogy nem figyelsz rá, rutin mondatok. Minden kéz a magasba, helyett sikerült azt mondanom egy plázabuliba, hogy minden pénz a magasba! És föltették. Hát mi már a számlatömböröt elgondoltál? Tehát már a kifizetése járt az eszed, hogy de jó lenne, ha már ott tartanánk? Valószínűleg igen. Kinek állítsam ki? Ne legyen már vége. Igen. Gabi mondta, hogy készpénzes, igen, mondta, igen. Hogy nem utalásos. Minden pénz a magasba. De nem, hát ha belegondolsz, Jó egyébként, igen. És így elkezdték volna lobogtatni a ötszázast. Ez egyelőre a mérleg a hétvégének, tehát azt gondolom, hogy rendhagyó a dolog, de találtam nektek valamit, ami nagyon fog nektek tetszeni. És azt gondolom, hogy az élelmiszeripar egy megújulás előtt áll. Olyan desszerteket találtam, amit nagyon fogtok szeretni. Balázs, neked mutatom, hogy oda is adom, és akkor jobban tudod. Ja, ezt láttam, ezt nekem elküldték. Ez megy már Facebookon körbe, igen. Szerintem nagyon finom. Tehát, hogy gyerek játszóházba találkoztam vele a pultra kirakva. Hát igen. Nagyon a tevének a golyói megehető formában. A gyerek rámutat, és úgy van ábrázolva, hogy ha te megveszed a gyereknek, folyik ki belőle valami tűt, és a tehénnek a here golyóit eszi meg. Tevehere golyó tulajdonképpen. Tessék? Milyen így? Hát gondolom málnás vagy, epperes az életben ez talán kevésbé. Nem csak beduin gyerekeknek. Igen. De jó, mert a gyerek rákap egyébként, sok helyen látom én is. Sok helyen. Hát mert látja, színes állat van rajta, tudod, de még ezt összeset teszi egyébként, hogy here, és akkor az milyen ízű, hanem csak színes ott van, mosolyog az állat, tetszik neki azonnal meg. Álháttal ugye a dobozon egy teve, kacéra mosolyog hátrafelé, és két orbitális herét itt áll alig, hogy falatoz kicsi. Hát az ezt a pénztárnál egyébként. Elmúlt évben ment az a reklám, azt nem tudom, emlékeztek-e, hogy fejte a zsiráfot a csávó, nincs meg? De! Ült egy nagy raszta arc,
a zsiráf előtt, fejte a zsiráfot, és én kis cukorkák hullottak ki belőle. Hát azt úgy akarnál? Azt nem láttam. Nem biztos. Nincs meg? Nem, azt nem láttam. És amikor ilyen szemes dolgot dobsz bele egy tálba, úgy volt a fej és hangja. És azzal volt eladva a cukor? És meg? Ezzel volt, aha, hogy te egyél zsiráf tejcukort. De a gyerek máshogy gondolkozik, ő még ebben nem gondolt. Nem, tehát, mi vagyunk azok, akik rosszra gondolnak. Aranyos az állat, mosolyog, jön belőle, jaj, de jó finom. Tehát, hogy te vagy felnőtt fejjel, aki ezt tovább gondolod. Azt azért, amikor az állatkertbe aláfekszik, és várja a csodát, ott azért nagy meglepetések vannak. Na, én azért beszélgetek a gyerekkel, Tibi. Én azért elmondom neki, hogy nem kell mindent elinni, amit a reklámban lát. Apci, ott van a rágó, nincs becsomagolva. Igen. Csak egy szemet. De hát itt van, azt gondolom, hogy ennek a továbbfejlesztett verziója, hogyha esetleg valakinek nem lenne elég bizarna, hol a kurzor? Akkor annak itt van a bika kaka. Nem már! Itt van, ez szintén 29. Ez is kapható, tényleg? Az rajta van 23 forint, ugye bullshit néven van a dolog árulva, és ott van egy bika, aki oldalán is kulázik, és azt a gyerek pedig azt mondja, hogy apci, ebből egy hármat. De basszus, nem létezik, hogy ezt megvegye valaki. De nézd meg, ott van. Nekem egyébként semmi bajom, de tényleg. Tehát ez a te agyadban van úgy, hogy jaj, most te nem. Hát ez nyilván nem az, kettő, hogy ez egy humor. Hát ez tök, most érted, 150-edik ugyanolyan cukor lenne, ugyanolyan csomagolása, nyilván nem nyúlnál rá. Tehát ez egy tök jó marketing ötlet szerintem. Nyilván nem azt veszed meg, nem? De ha már élelmiszer, hát mondtad, hogy ilyen fogyis pizzát eszel, elfogyott a készlet, vagy rossz helyre megy, vagy most mit történt? Vagy elköltöztél? Meg, ugye én észre sem vettem, egy ilyen feszülősebb pólóval rajta, hogy elköltöztél, címet változtál, vagy nem szóltál még be, hogy rossz helyre küldik a pizzát, vagy mi? Nem, van? Jó helyre küldik a pizzát, szemetek voltak, most a 5. leadott kilónál tartok, és fel össze. Hát nem annyira. Hát csak ezt még visszakajálod. Ez kiló. Nem is drága. Messziről indultam, de igenis szemetek vagytok, mert döbbenetesen jó formában vagyok, csak annyi, hogy irigyek vagytok. Jó, ez lehet, nem, én azt hittem rossz helyre megy. De főző programban össze lett mosva lehet a póló, ez egy gyerekkori pólóm, amit fölvettem. Igen, nekem is a vikinél kimos a pólóimat, és 3 számmal kisebbek lesznek. Hát nekem van egy ilyen, mozdulatsorom reggel, hogy fölveszem a pólót, és tudod, ez a nyújtogatás. És mindig egy 4-5-5 így rányújtok, hogy egyébként így valahogy normálisan mutassa. Vagy amikor teregeted, még húzol rajta egyet. Na, de haladjunk, mert hogy megy az idő, aztán megint a végén rohanni fogunk. Most a kísérletes stádiumban lévő zsírégető pizzáról egyelőre még, mert látjuk, hogy még nem tökéletesen lett. Van hova fejlődni. Na, de hát hiszen valami böki a csőröd, vagy az most elmarad, vagy lesz, vagy mindenben? Igen, most már lesz böki. Most, hogy így rákérdeztél, egyre több dolog van, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hosszú vagy, csak én hallom egyre hosszabbnak. Nem, ez nem. Ez mindig ilyen hosszú van? Azt nem becsempésztél egy újat. Repül az idő, ha jól mulatsz, Balázs. Akkor igen. Akkor valóban. Na most csak a hosszúnak hallottam. Olyan böki a csőrömet hoztam neked, amit te, mint gyakorló csillagász, figyelj ezen, bebőgsz, besírsz. Nem lehet nem megadni? Tehát egyből készítsem azt. Nem tudom, de ez, mert ezt imádni fogod. Na, valamiről lemaradtam. Anyám a vétkes. Anya, ha hallgatod, várom SMS-ben a magyarázatot. Egy csodáról, amiről lemaradtam, és már nem is fogom megérni valószínűleg, mert anyám 8 évesen engem nem vitt ki megnézni a Héliüs tököst. És ennek utána számoltunk most, hogy bizony, ezt be is néztem. Ez már nagyon-nagyon jó kéne azért, ehhez már nagyon-nagyon szépen kéne élni, hogy ezt bebírjam húzni, mint strigulát a bakancs listámon. Jön majd valamikor vissza. Valamikor, egész pontosan, hadd segítsek neked, 2061-ben addig álljál csak fél lábon, rögtön berepül a Héliüs tökös, és akkor, hogyha aki addig elmulasztott, az fogja látni. Mikor volt? 86-ban? 86-ban. Ki emlékeztem. Valakinek van-e bármilyen ködös gyerekkori emléke? Na. Magára az üstökösre. Tehát, hogy mentünk, anyám mondta, hogy Héli üstökös, lementünk, megnéztük, láthattad, szabad szemmel láttad, szép volt, gyönyörű volt, nap, tehát nem úgy van, hogy de nézed, látszik, egy órát és eltűnt. Látszik maga az üstökös, és úgy látszik egyébként, hogy is hihetetlen messzire jön, és hihetetlen messzire megy, hogy napokig látod. Tehát nem arról van szó, hogy mint egy repülő, hogy elmegy, hogy hús, hanem meglátod mondjuk
a keleti oldalon este 8 órakor, mint itt, másnap 5 centivel arrébb, és egy 3-4-5 napos, nem tudom pontosan mennyi volt, amíg áthaladt fölötted, iszonyatosan messze van, ugye, és iszonyatos távolságot jár be, és napokig mentünk le a bátyámmal nézni a héli üstököst, és a végén balra szépen eltűnt, mint egy repülő, hetekig tartott. Vagy le egy hétig biztos. Erre tisztán emlékszem. Soha nem bocsátom meg anyámnak. De mikor születtél? 78. Hát akkor azt neked látnod kellett volna. Igen. Hát de lehet, hogy pont az 3 napig a földet néztem, nem? Lehet, hogy valami izé volt. 8 éves volt, hát te már aludtál önkor esténként. Te, hogy is ott állt a hotdogus előtt is. Tibikém, nézd már föl! Tibi. Igen, nézd itt a héli üstökös Tibiket. Nem, jobbra egy picit, léci. Nem veszem le a szemem a virsliről. Nem veszem le. Még nem teszi bele a bácsi a kislébe. Még mustár, Tibi, nézd az égre, nézd az égre. Nem veszem le a szemem a virsliről. Nem, anya, kürtös kalács. De engem így képzeltek el, mint egy ilyen rossz, ilyen kajakoldus gyerekkorom volt. Hát nyilván nem voltál rossz evő. De nem voltam. De ez mert én rossz szevő voltam, én egy kis kábeli vagyok, de azért te nem voltál rossz szevő. Na jó, akkor itt nem, öntsünk. Vagy, vagy aztán 10 évesen történt egy ugrás. Öntsünk tiszta vizet a pohárban. Meg kell védenem a Tibit, ne te csináld. Gyere, mutatok Facebookon képet. Zabárd, mint az állt egy lagad diszt. Én láttam róla a képet, és kifejezetten slank srác volt. Na, ez hol tört el? Tehát mi változott? Mikor nagyon megnyúltam, és utána kicsit összementem, és ott az arányok ugye elmásztak. Figyelj, most mutatok képet, tényleg bebőgsz, hát olyan volt, mint egy két lábon járó válfa, hát várjál már, mutatok most, hát tényleg kibagyok tőletek idegileg. Várjál? De mi szakadhatott el? Egy hirtelen egy kinek... A gyomorgyűrű az szakadt el. Ez krisztálos korszakban, itt azért már nem voltam kórosan sovány. Egyébként durva. De akkor ez valami lappangógén lehet, ami öntudatábra ébred benne. Lappangógén. De tényleg kérdezik, hogy voltál ilyen. Időről megszívja magát. Kiköltözött a galand. Nem, most addig szemétkedtek, hogy most mutatok egy korom a másik, én találtam neked egy Sebestyén Balást. Tényleg? Aki megdöbbentő, hasonlít, jóképű, jó duma, minden. Tehát, hogy egyez egyben jó... De hogy hívják, Istenes Bence? Ez csak a művész neve. De várj. Ezt a pillanatot... Álljod elő az igazsággal, hogy az öcsém. Igen. Na, de hogy még mielőtt erre rácsúsznánk, hogyha én mondjuk akarnám egy kicsit turbózni a nevemet, akkor én bármit fölvehetek? Tehát én bármit hozzátehetek? Az én nevem, ez a meglévő is felrakít. Kasza Tibi Terminátor? Kasza Puskacső Tibi. Vagy. Az jó. Hát van, aminek kilógna a lóláb, doktor Kasza Tibi. Mi? A szerelem doktor? Ja, úgy igen. Na, de az UFO Zsolti volt a szerelem doktor. Bármit föl lehet venni? Tehát, ezt hogy most a felnőttként nyomhatom a... ragadvány nevet adhatsz magadnak, de hivatalosan a szemétben nem fog megkerülni. Kasza Puskacső Tibor. Ez kevés az esély. Felnőtt emberként nem mondhatom azt, hogy kasza... Nevet változtathatsz. Hát család szabályok azért, tehát hogy nem tudsz mindent megtenni. De Amerikában nem az van, hogy bemész és azt mondod, hogy banánhinta Andrea vagyok, és akkor fölveszed? Hát nem akartam még a banánhinta nevet fölvenni Amerikában. Én gondolkodtam már tudom. Rajta. Nekem bejön. Másodjára hallom, hogy banánhinta kezd. Ez elég jó. Érik. A Magyarországon nem tudod. Tehát lehet ragadány neved, igen. Illetve nevet tudsz változtatni, de azt is azt hiszem csak, hogy a 18 éves életkorodat betöltötted. Tehát előtte nem. Voltam. Ha mondjuk neked nem tetszik, hogy mit tudom én, Olga lettél, vagy Kálmán, akkor az meg tudod változtatni. A családnevedet is tudod. De akkor azt meg tudod változtatni, vagy mit tudom, Tamás vagy Gábor családnevet is tudsz? Lehet, igen, nem tudom, de az is be kell, hogy tölted, nagykorú kell, hogy legyél. Nekem a kaszát azt régen gondolkodtam át, hogy azt megváltoztatom Sarlóra. Sarló Tibi. Na, vagy kasza nem a DJ Tibor. Kasza, de nem a DJ kasza Tibor. Kasza, de nem a DJ Tibor. De figyelj, igazából nézzük meg, hogy miért választotta ezt a nevet, vagy lehet, hogy így születettem, vagy csak fölvettem látva a döbbenetes sikereket, érted? De lehet, hogy meg akarta lovagolni ezt a hullámot, amit én gerjesztettem, a héli üstökösről lemaradva, akkor hívjuk Kasza Tibit, és picikét menjetek rá, srácok, nézzük meg, hogy mit tud. Hogy mit tud? Nézzük meg, mit tud. Diszkózzon most reggel, vagy most a Szegedén? Keresztessék Kasza Tibor. Hello Tibor, morning show. Tibi! Balázs, hello! Ciao. Szép napot kívánok nektek, sziasztok! Hello! Na, itt a Tibi téged felvezetett, neked ebből előnyöd volt inkább, vagy hátrányod, hogy te is Kasza Tibi vagy? Hát hátrányom igazából soha nem volt. Persze, hogy lenne? Inkább előnyöm. Tehát én szeretem a Tibinek a munkásságát, illetve hát figyelemmel követem a dolgait. Mondani egy szituációt, vagy egy élethelyzetet, hogy bármi, amikor te bemondtad, asztalt foglaltál, bejelentkeztél, szállodába mentél, bemutatkoztál telefonon, persze, és azt mondták, hogy na, az a Tibi, vagy visszakérdezek, mi történt?
rengeteg ilyen helyzet volt, hát azt tudni kell, én lemezlovasként dolgozom itt Szegeden, mert én szegedi lakos vagyok. Volt rengeteg olyan dolog, amikor például az ismert közösségi portálon rám írtak, hogy reggel hazaértem egy buli után, ulla fáradtan, és rám írtak, hogy hát a tehetségkutatós duetben nem dicsértem meg azt a lányt. Én meg visszaírtam az úriembernek, hogy hát jó, hibáztam, és legközelebb megfogom, tehát... Ja, de Facebookon írtak rá, tehát Facebookon kevertek benneteket össze. Igen. Úgyhogy visszaírtam rá, és utána jóvá hagytam, mondta, hogy nagyon szépen köszöni, ennyi. Uh-huh. Hasonlítasz is a Tibire külsőleg? Te szép vagy te is? Annyira szép nem, mint ő, aha, de igyekszem. Hát annyira ne is akar. Olyan volt mostanában, esetleg én látom rajta, vagy látom itt a képeket a fenteneten, amik rólad készültek, hogy valaki azt mondta, hogy Tibi basszus, ezek tényleg működnek, ezek a pizzák. Hát figyelj, valaki hátba vert ott Szegeden? Hallod? A korzon. Lassan a diéta pizza, meg kell, hogy utaljon gyerek, amennyit toljátok, és meg kell, hogy köszönjük. Így van, így van. Úgyhogy volt még egy pársztori, hogyha gondoljátok, akkor el tudom mesélni. Hát ha ilyen jó, mint az előző, ez akkor minden jó. Ugyanolyan jó mesélsz, mint én. Igen. Jó, oké, csak egy rövidre hívtunk, nagyon drága vagy, jó munkát neked, jó? Köszi. Jó, köszi. Csáó, szia Tibi, vigyázz magad. Hello. A te számaidat játsza egyébként? Hát fogalmam nincs egyébként, hogy játsza, de ez hihetetlen, annyira jó hallani, nem? Hogy tényleg ez a jó tolta, nem? Hát nagyon ja, jó meglőtt. Igen. Érdemes volt. Igen. Viszont hát nézzük meg akkor, hogy akkor a te alter egód mit tud egyébként, mert egészen véletlen előhúztam neked a kalapból. Hogy találtad? Beírtam, hogy jelentkezzenek a ilyen névrokonok Facebookon, és valaki ott át fölnyomták egymást, hogy ki az. Fölhívtam este, mondta, hogy most este nem tudja fölvenni, nem tudom, ami a túrói nem tudta fölvenni, de mondta, hogy fél öttől... Nem, való világozik, vagy ja nem annak már vége. Szemét. Nem, de biztos elindult az El Camino, mert olvastam a bakacs listáját. Igen. De hogy mondta, hogy reggeltől már el tudjuk érni, fölhívtam, jó dumásnak tűnt, tehát hogy a vérrokonság az vélhető. Nézzük meg, hogy ő milyen vakertól, jöjjön akkor. Milyen vakertól? Jézus, tudod, te is szoktam vakerol. Hallottam, hogy szalagavat a utoljára. Hallgassátok, milyen vakertól? Tudja, hogy hívjuk, nem szóltál nekünk? Szóltam. Ezért nem veszik. Most kezd kellemetlenem. Ne aggódj. Tisztára, mint tegnap este. Én is késem veszem fel, hogy jobban izguljon, aki hív. Ez nagyon nagy, nem? Jó reggelt, Sebessén Balázs. Hello, itt is, hello, Balázs, ciao. Itt a Tibi is, hello. Tudtad, hogy keresünk. Hova valósi vagy? Hát a rokonok vagyunk. Vagy egyszer a... Könnyen elképzelhető, névileg biztosan. Úgyhogy tartsunk is össze, mi Balázsok. Jó. Átjössz hétvégén? Sütögetünk kicsit, valamit csinálunk. Azt szeretem, hogy szeretem az iszont is pulykát, és nem tudom, mit van nálad. Mi van nálam? Virsli. Szójából. Én most be kéne fizetni egy kis építményadót. Jött a polgármester hivataltól. Figyelj, a neved inkább előny vagy hátrány, ha bemondod valahol, vagy volt-e már olyan, hogy összekevertek? Ugyanaz a kérdés, mint az előbbi Kassa Tibinél, aki szegedi volt. Voltak-e ilyen? Én érzem, mert a segítségéddel egyetőt pénzt keresek. Komolyan? De ezt most komolyan mondod, hogy tudsz valahogy pénzt keresni ezzel? Persze. Konkrétan? Hogy? Konkrétan? Ez egy idegen szóval. Nem lehet, hogy időtartás egy iratkozatot. De részekben csak annyit egy picit, hogy tömören, hogy olyan cégnél dolgozok, ahol ezt fel tudom használni. Telemarketingesként tevékenykedtem egy ideig. De most fölhívsz valakit telemarketingesként, hogy neked van eladó paplanod. Én vagyok a Sebestyén Balázs, tudja, nem mondod, ugye? Hogy te valahol fölhívtál valakit, és paplannal házaltál az én nevembe. Ezt nem mondod komolyan. Úristen! De persze. Mindenkitől elnézést kérem, aki tőlem az elmúlt 3 éve paplant akart venni. Nem én voltam. Jó napot kívánok, Sebestyén Balázs, kiváló paplant. Tudja, hogy... És ki se kell mondanod, érted? Mert az csak annyit mond ő, hogy tudja, melyik Sebestyén Balázs. Amikor visszakérdeztek, hogy az a Balázs, akkor finoman utaltál, hogy az? Ő? Ja, igen. Hát miért, honnan tudod, hogy ő mire gondol, vagy kire gondol? Az a Sebestyén Balázs? Az ő igazság az az övé. Én ezzel nem fogok korlátozni. Na és vették a paplant, vagy nem? Végülis ez a lényeg, hogy adtál-e paplant a nevemben?
Papírunk az nincsen, de egyéb más háztartási eszközök azok vannak. Mert rajtad, rajtam keresztül egyszer szerintem kerestek téged. És én azt hittem, hogy engem szivatnak, de egyszer keresett valaki egy olyan Sebestyén Balást, aki árul valamit, illetve egy olyan Sebestyén Balást, aki egy kiadónál dolgozik. És azt hittem, hogy hülyülnek, de akkor lehet, hogy téged, mint Sebestyén Balást, paplanárust kerestek rajtam, mint Sebestyén Balást egyébként. De tök komolyan megtörtént. Megmarad benned. Talán itt akartak az éjjel. Igen. A háztartási eszközök, szépségápolás, egyéb. Aha. Ez még mindig jó. Akkor Duma hasonlóan jó, mi nekem, abszolút. Tehát ez az működik. Te hol laksz? Merre laksz? Én vidéki gyerek vagyok. Azért is mondta, hogy te is faluról gyűjtél. Aha. De elég hát, jól van, Balázs, na, egy nagyon jól beszélgettünk, csörgünk majd még. Jó, köszi szépen. Ciao. Hello, hello, hello. Szia. Ciao, ciao. Köszönöm. Fantasztikus beszélgetés. Az... Előtte majd castingoljuk le, akik adásba kerülnek. A Balázs. Ez a vaker. Ez a Duma és ez a vaker, Tibi. Nem tolt jó vakert egyébként. A simán lehet egyébként, hogy faterunk egy kicsit átkoalicáltotta, és a szomszédba azt ott még ott elvetette magjait, nem? Tehát azt nem látjuk ilyenkor, nincs egy kis rokoni viszony. Minden Sebestyén, meg apám minden... Apám azért oda tette magát, így a 70-es évek környékén, tehát nem csodálkoznék, ha valaki egyszer a nyakamba borulna az M7-es lejárónál a molkutnál, hogy szia tesó. Szia tesó. Tehát apámat azért nem kellett félteni. Simán lehet. Nálunk sem volt konzervatív gondolkodás. Mondjuk, ha ő a tesóm, letagadom. Tehát, hogy... Egyébként mennyire messze esett az almafájtól? Mindkettő nagy dumás volt, nem? Már kicsoda. Ja, hogy mindkét Balázs, a Balázs és a Tibi. Ugye, hogy ezeket összeresztenénk, de el tudnának, hogy reggelig így kis andalogni a dologgal. Hát azt meséltem, hogy én régen eljátszottam, hogy mindig más nevével foglaltam asztalt, és megnéztem, hogy ki a legmenőbb. Ezt ugye én elmeséltem, hogy én nem a saját nevemmel foglaltam. Volt idő, amikor Vágó István voltam, vagy Friderikus Sándor, és úgy foglaltam, és mindig megnéztem, hogy hova ültetik az Istvánt, hova ültetik a Fridit. És általában a Fridi kapta a legjobb asztalt mindig. Tehát, hogy legyőzte az éttermekben az István, sőt, amikor elmentem ugyanabba az étterembe, kétszer befoglaltam, egyszer Vágó, egyszer Fridi, és a Fridi jobb asztalt kapott. De menő. Én a saját nevemet soha nem adtam. Szerviz szerelőt hívunk, vagy bejelentkezik. Én a Viki nevét mindig. Pizza rendelés, bármi. Én nem mondom. Bemondott, hogy Sebestyén Viktória, és mondja, hogy nem mondom. Ne dohányozzon annyit, kedves hölgyember. Nem tudom, hogy tegnap rendeltem pizzát, és kérdezte, hogy név, és azonnal a Vikiért. Tehát az én van, hogy a sodomat senki ne állja. Fie, pedig nagyon vicces. Fie, én mondom, ezt, a pizza rendelésen nem. Én nekem ez megvolt, amikor rendeltem egy pizzát, elmondtam, milyen feltéteket kérek rá, ez az amaz, nem tudom, legyen, és akkor kérdezték a nevet, és mondtam, hogy Kassa Tibor vagyok. Tudod, volt, és egy 3 másodperc csönd a túloldalon, majd annyit mondott, hogy... Az, aki a prospektusainkon ma. Nem azt teszem én. De... Jó helyre küldjük a pizzát? A diéta pizza nevében mindent köszönünk. Jó helyre küldjük. Hát, poéngyilkosok, ezt nem bírtátok kívánni. Nem, csak ennyi volt, hogy volt egy ilyen 3 másodperc csönd a túloldalon, majd annyit mondott a diszpécser. Az igen. Ez mondjuk jó. Ez a rövés. Félve kérdezem a rengeteg jóért és az általatok kapott indirekt reklámért, amit ezúton is köszönünk. Jogos-e a taps és a sikoly? Na, mit keresel te szemétládan? Na, mit? Nézem. El akarja indítani a beszélgetést. Én nem tehetek róla, hogy nem stand-up voltak itt a névrokonok. Nem, kifejezetten jók voltak. Én abszolút... De szemét. Most már felúszhatom a gatyámat. Sok, de szemét. Túltoltam. Kicsikét. Jól van, nagyon. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.